Már kora délelőtt lelkesen gyakoroltak az óvodások a Mackóvár központi tagovoda műfalán május 18-án. Az idei volt a hatodik alkalom, hogy az ország számos részéről érkeztek Salgótarjánba fiatal falmászók, hogy összemérjék tudásukat az országos óvodai műfalmászó verseny keretében. A mai alkalom már a hatodik, itt az országos óvodai műfalmászó találkozón a Mackóvár óvodában. Eddig 71 nehány gyerek regisztrált, még várunk Gyöngyöspatáról egy 10 fős kis csoportot. Egyébként a környezetünkből, a kistérség óvodáiból, Budapestről, Miskolcról, Gyöngyösről szoktak érkezni, és még egyéb kis települések, még annak ellenére is, hogy ugye a pünkösdi hétvégén tartunk, és még így is a családok szánnak időt arra, hogy eljöjjenek ide hozzánk. Az óvodások számára meghirdetett, az országban egyedülállónak számító műfalmászó verseny már Salgótarján hagyományos sportrendezvénye. Azonban a műfalmászás oktatásnak még ettől is nagyobb hagyománya van, a Nógrádi megyeszékhely központi óvijában. Elvileg egy játéknak indult, a helyi adottságainkat feltérképeztük, hogy óriási támfalakkal rendelkezik óvodánk udvara, és egy óvodapedagógusunk, Sili Katalin kezdett el a műfalmászással, illetve a falmászással, sziklamászással ismerkedni, és ő neki volt kötődése a hegymászóklubhoz, és így jött a kapcsolat, és Orosz Mihály, aki javasolta nekünk, hogy próbáljunk meg akkor műfalat építeni óvodások számára, először a körúti óvodánkban egy beltéri műfal készült, egy játékeszköz gyanánt. Aztán igyekeztünk már itt a Mackóvárban is, van 2-6 méter magas profi műfalunk, és már mi is rendelkezünk egy 4 méter magas belső téri műfallal, amelyet a gyerekek nagyon szeretnek. A hegymászó klub tagjai gyakran jönnek ide hozzánk biztosítani, tanítani a gyerekeket Orosz Mihály irányításával, illetve az óvodapedagógusok is napi szinten a játék tevékenységben felkínálják a gyerekeknek a lehetőséget. A hatodik országos óvodai műfalmászó verseny ünnepélyes megnyitóján Székiné dr. Strémi Melinda polgármesterasszony köszöntötte a fiatal tehetségeket. A Salgótarjáni központi óvoda valamennyi tagóvodájával együtt úgy gondolkodik a gyermekekről, ahogyan mindenkinek gondolkodni kell, hogy az épp testben, épp lelkű gyerekeket neveljünk, legyenek olyan felnőttek, akik kiegyensúlyozottak, akik boldogan tekintenek a világra, akik szeretik, hogyha nyüzsög az élet körülöttük, szeretik, hogyha mozgás van, mert a gyereknek alapvető élménye a mozgás. Erre figyelnek oda az óvónénik a mindennapokban is, és ezért találnak ki érdekesebbnél érdekesebb feladatokat, ötleteket, ebben ők nagyon jók, hiszen nagyon kreatívak az óvónénieink, mert hogy a gyerekeknek nem csak az érdekes, hogy mozgás legyen, hanem változatos legyen ez a mozgás, mert megújja egy idő után. Nos, azt gondolom, és látva itt a 6 év tapasztalatát, hogy a műfalak mászását nem tudják a kicsik megunni. Mindez bizonyíték arra, hogy van létjogosultság a Salgótarjánban. Ennek a különleges extrém sportágnak hangsúlyozta a városvezető. Ezt követően Orosz Mihály ismertette a verseny szabályait. A Salgótarjáni Hegymászóklub vezetője azt is elmondta, a mai verseny nem csak hazánkban, de Európában is egyedülállónak számít. El kell mondanom, hogy megelőztük a korunkat. Tehát én elég tájékozott vagyok, egész országban és egész Európában alig másznak óvodások. Tehát mi visszük a fákját. Ezt követően a Mackóvár óvoda Eszter Lánc néptánc csoportjának műsora következett. Itt már a falmászáshoz elengedhetetlen biztonsági eszközök működését mutatta be Orosz Mihály a verseny egyik főszervezőjeként. A hegymászóklub elnöke azt is elmondta, a szülők nyugodtak lehetnek, a fiatalok a legnagyobb biztonságban vannak a falmászás során, hiszen meg annyi szakember ügyel rájuk. A megmérettetés egyébként 2 korcsoportban zajlott. Míg a 6 év alatti gyerkőcök a könnyebb műfalon, a 6 év feletti fiúk és lányok egyre nehezedőbb pályákon mutatták be tehetségüket.
versenyt követően minden ovis jutalomban részesült, a legügyesebb falmászók pedig kupát is kaptak. Az egész napos sportrendezvény során egyébként meg annyi kísérő program verte a családokat. A sportbemutatóktól egészen az ételkóstolókig. A szervezők célja az egészséges életmód népszerűsítése volt meg annyi csatornán keresztül. Igyekszünk valóban ezt a napot egy családi nappá tenni, felnőttek és gyerekek foglalkoztatására vagy időtöltésére szántunk módot és lehetőséget, van biorezonancia mérés, tulajdonképpen itt a hátunk mögött kis bütyköldét, játékos kreatív tevékenységeket kínálunk fel, Jenei Tamás mesterszakács tart egészséges ételbemutatót a szülőknek, javasolja is a saját kertjéből hozott fűszerek felhasználását, hogy hogyan lehetünk még tudatosabban, egészségesebben étkezők, illetve Tóth Beáta, aki aeróbikkal melegítette be itt a gyerekeket, szülőket. Ezen kívül volt óvodapedagógusunk Györfi Dezsőné mézes kalácsot díszít. El ne felejtsen mondani, hogy Vágvölgyi Zoltán irányításával fönn a bójai kézilabda pályán pedig közlekedésbiztonsági játéktevékenységet biztosítunk gyerekvadok használatával és kis ismertet tővel, úgyhogy ezzel is a vonatban esetben megsérült Nagy Bencét szeretnénk támogatni mi is. Úgyhogy ez a mai nap mottója, hogy az egészséges életmódot már itt óvodáskorban ültessük el gyerekeknél.